A Magyar Vöröskereszt a Bolcatmerbereg megyei szervezetének legfontosabb teendőiről is tanácskoztak a tagok a küldőgyűlésen. A következő 4 évben 3 fő stratégia körül működik majd a helyi szervezet. A szociális tevékenység, egészségnevelési tevékenység és magának a szervezeti életnek, a Vöröskeresztnek, mint szervezetnek a megerősítése. Minden egyes munkaterületen, amit eddig végeztünk, szeretnénk előrelépni és továbbfejlődni. Ilyen a katasztrófa segélyezés, amiben ugye most is dolgozunk, és amihez most már a nemzetközi szervezettől is sok segítséget kapunk. Szeretnénk az ifjúsággal többet foglalkozni, hiszen ők jelentik a folyamatosságot és a jövőt. Szeretnénk az idősekkel foglalkozni, hiszen az idős generáció egy jelentős probléma lesz az elkövetkező években. A küldőgyűlésen a Magyar Vöröskereszt főigazgatója is részt vett, aki közölte, szervezetük országos szinten a véradások 90%-át szervezi. Hozzátette, fontos, hogy megbecsüljék az önkénteseket, akiknek a száma azt mutatja, hogy van segítőkészség az emberekben. Ez bizonyítja például a felsőoktatási véradó verseny is. Nem könnyű azonban manapság véradókat szervezni, egyre többen választják ugyanis a plazmacentrumokat, mivel ott pénzt kapnak. Kardos István szerint a közös együttműködés lenne az eredményes megoldás. Nem biztos, hogy versenyhelyzetben kell gondolkodni, hanem olyan tudatos együttműködést kell kialakítani, amelyben mondjuk egy piaci szereplő és a nemzeti vérkészlet szükségessége is helyt áll. Ebben már a kezdeményezésünk a közös együttműködésben megvan, de mindenképpen tudnunk és látnunk kell nekünk is azt, hogy ez milyen mértékben befolyásolja a véradások menetét, számosságát és a véradók elkötelezettségét. Én azt gondolom, hogy azt hangsúlyozni, hogy mi az egyik és mi a másiknak a szerepe. A gyűlésen elköszönt a szervezet eddigi megyei elnöke, Szarkányi Kövi Márta, aki nyugdíjba megy. A tagok szavazatai alapján a jövőben dr. Pataki Piroska vezeti majd a szervezetet.